Üdvözlök mindenkit, én David vagyok, és a mai nap pedig egy újabb Photoshop tutoriállal fogok jelentkezni, amiben folytatni fogjuk ezt a logókészítést, és a mai nap már egy igen komolyabb videóba és egy logónak az elkészítésébe fogjuk vágni magunkat, de nem mindenki tart velünk, csak az, akit ez különösebben érdekel. Hát így, hogy is mondjam, több helyről kaptam már ezzel kapcsolatosan kérdéseket, meg kéréseket azzal, hogy mutassam meg, hogy hogyan is kell ilyen logót csinálni. Ez a logó, amiről szó van, ez egy ilyen pajzs alakú logó, amivel beleírhatjátok akár a neveteket, vagy mondjuk csak egy betűt, vagy a logótokat beleilleszthetitek, ami már megvan, és akkor így benne lesz ebben a pajzs alakban. Hát ezt leginkább a gamerek használják, szóval ez az ő számukra is lesz hasznos. Na már most itt ez hülye, de hagyjuk. Szóval kezdjünk is neki ennek a videónak, és ennek a logónak. Az első dolgunk az lenne, hogy én itt egy kis szünetet tartok. Szóval az igazat megvalva az első dolgunk az lesz, hogy ugye Photoshopon belül megnyitunk egy új munkalapot. Én az 1280x1024-es felbontást fogom használni, de mindenki a kedve szerint választja ezt, meg... Oké, már is megjön, nem tudom miért ilyen lassan és szarul. Na, megjelent itt nekünk munkaablakunk. Láthatjuk itt a háttérszínt, és akkor hozzá is kezdhetünk elkészíteni. Úgy kezdjük, hogy dupla klik, és egy enter, ugye feloldjuk ezt a réteget is. És mielőtt itt bármit is elkezdenénk beilleszteni, az első lépésünk az lesz, hogy egy színátmenettel fogjuk ellátni a hátteret. Már is rákattintunk a színátmenet eszközünkre. És két színt adunk meg, mindkettő a szürke tartományában lesz. Az első az egy világosabb szürke, és ami mögötte van, vagyis az utolsó, az pedig egy ilyen kicsit sötétebb szürke lesz. Miután ezzel készen vagyunk, bezárjuk, aki nagyon precíz munkát akar végezni, az itt húz egy vonalzóval elkészített vonalat, és a Shift gombot nyomva tartjuk, és húzunk egy egyenest, és kész. Itt egyébként erre állítsátok, hogy lineáris színátmenet legyen. A vonalat eltüntethetjük, nehéz szó. Létrehozunk egy új réteget, ez egy üres réteg lesz egyelőre. Most viszont megint kelleni fog a vonalazó, szóval inkább ne is tüntessétek el, hogyha nem tüntettétek el eddig. Így, de viszont most húzunk még erre merőlegesen egyet, így ennek a feléhez is rendben. Most, hogy elkészítsük a pajzsalakunkat, én egy nagyon egyszerű módszert választottam, nem fogjuk itt a különböző alakzatokból kivágni és megépíteni, hanem itt van nekünk a választó fülünkön az egyedi alakzat eszköz, ezt fogjuk mi kiválasztani, így lelenítjük az alakok közül. Így, ugye ezek itt alapból nincsenek meg, mielőtt bárki is megírne. Ezeknek a pajzs alakzatoknak a linkjét ki fogom linkelni, leírásban. És ezeknek a telepítéséről csak annyit kell tudni szintén, hogy ha letöltötted, akkor megkeresed azt a fájlt, aminél ott lesz a Photoshopnak az itt. Szóval így fog kinézni, ez a Shield Shapes 4 Free lesz. Ugye ez egy ilyen ingyenes csomag. Itt adtak is egyébként egy leírás, hogy have to use, de én itt elmagyarázom, szóval ennyi, itt ez a Shield Shapes, akár ezt ki is csomagoltad, én nem szoktam, soha egy entert nyomsz, és akkor elkezd telepíteni, te ezt igazából nem látod, ez egy ilyen úgymond rejtett folyamat, csak annyit látsz, hogy bedobta a Photoshopot ide, hogyha nem is volt megnyitva még akkor is, és akkor aztán ott rámész, és ugyanúgy megtalálod. Szóval akkor kiválasztjuk a nekünk tetszőlegest, amelyiket mi szeretnénk a sok közül, mert igazából elég sokat tartalmaz, ha jól tudom, 55 darabot. Arra vigyázzunk, hogy ezeket ne válasszuk, aminek itt van ilyen szegje is, mert ezeket máshogy kell megcsinálni, mint ahogy itt ezek vannak, szóval én most itt ezekhez magyarázom, de majd esetleg arról is lesz egy videó. Melyik legyen, lesz ez. Oké, ide állunk a kurzorunkkal a középpontba, Shift gombot lenyomva tartjuk, és elkezdjük húzni. Aztán, hogyha ezzel készen vagyunk, közben nyomjunk egy altot is, és így akkor látszunk, hogy a középpontjából indul ki
aztán elengedjük, itt fontos, hogy először az egér görgőt, vagyis az egér bal klikjét engedjük el, és csak utána az Alt és Shift gombokat, mert különben eldeformálhatja nekünk ezt gyönyörűre, amit mi nem szeretnénk. Na már most, mivel a hátterünk szürke, így a pajzs nem lehet most szürke, szóval nem lesz olyan fémes textúrája, majd talán mégis, na majd kiderül. Szóval itt megjött a pajzs alakzatunk, és ugye úgy szokott kinézni, hogy két rétegű, nekünk is úgy fog kinézni. Nyomjunk egy CTRL plusz J alakot, ügyeljünk arra, hogy itt a rétegeknél a pajzs alakján álljunk. Szóval CTRL J, létrehoztuk CTRL T kombináció, Shift Altot lenyomva tartjuk, és ízlés szerint kicsinyítjük. Nyomjunk egy Entert, és itt a kitöltés színét, itt rámegyünk erre a kis pipetta cuckombóra, így, és sötétítjük egy kicsikét, igazából világosítjuk. Jó, szóval világosítjuk. Így. Már most mindenkinek más színű, nekem kék, szóval hogyha nektek zöld, akkor világos zöldet tegyetek, mert kéket, mert nem lesz valami szép látvány. Na jó, készen van, hát lehet látni, hogy így néz ki, elég furcsa, még nincs kész. Kezdjük is először ezzel a külső réteggel. Már is bevésés és domborítást fogunk alkalmazni rajta. És leveszem róla ezt a szart. Szerintem én erre itt menjetek rá ti is, hogy masterizálja nektek is. Mindkettőnél, mert engem zavart, még lehet, hogy kelleni fog, de mindegy, most már nem. Szóval bevésés és domborítás, és már is mutatom. Szóval én így megcsináltam előre, így fog kinézni valahogy, hogy lássam magamnak, hogy jó lesz-e vagy nem. Úgyhogy most így megmutatom egyesével. Szóval a réteg stílusnál a belső résetet fogjuk alkalmazni, a technikánál a simítást. Ugye egy a többi fel elég furán nézett ki, én ahogy néztem, úgyhogy látjátok, így becsíkozza. Szóval én a simítást használom. Méret az legyen 10, és itt ennyit állítottam még a mélységet, amit én állítottam, az 450-re, de azt is lehet ízlés szerint igazából, mert mindig máshogy néz ki mindegyikkel, de azok is elfogadhatók, és azokkal is mutatós. Aztán a körvonalazásnál a kitöltés típusát meg kell választani, át kell állítani színátmenetesre, és itt aztán a színátmeneteknél úgy kell csinálni, hogy létrehozol egy ilyen sötétebb szürkét, aztán itt egy kicsit már világosabb, ilyen fél sötét legyen, és itt a legvégénél én nem szoktam soha teljesen fehéret alkalmazni, hanem mindig így egy kicsit ilyen szürkés, fehéres dolgot használok, és ez így rendben is lesz. Belső árnyékot én alkalmaztam ezekkel, de hát ezt nézzétek meg, hogy ti hogy akarjátok, hogy mennyire legyen sötétebb, mennyire világosabb, ezt így azok szerint alakítsátok. Belső ragyogásnál szürke szint használtam, hogy világosabb legyen, és az a fontos, hogy a tasterről, mert azt hiszem azon van eredetileg, arról állítsátok át, hogy normálra, de minden nyíl van, normálra kell tenni, mert csak úgy fog látszódni. Méretet itt állítsátok át 25-re, és az opacitás 75-ön jó nekem, de hogyha nektek nem, akkor állítsátok másmilyenre. Külső ragyogásnál úgy, mint az előbb, itt feketét állítunk viszont, és ugyanúgy normálon legyen, mert különben nem fog látszódni. És a méretét 25-ös állítsuk, ez fontos. Aztán jön a vetett árnyék, itt ma az alap dolgok többszörözés és az opacitás 75 itt is, és én távolságnál 10-et állítottam be, hogy jól nézzen ki, hogy ne legyen úgy egybeolvadva a külső ragyogása, hogyha ezzel megoldjuk, akkor nyomhatunk egy okét. Rendben is, akkor lássuk ezt a belső kisebb réteget. Megint ugyanúgy előre szaladtam, hogy tudjam még korrigálni az esetleges hibákat, amik felmerülnének. Bevésés és domborításnál a külső bemetszést használjuk. Simítás ugyanúgy 215%, ez fontos, hogy annyira legyen, különben nem lesz ilyen kinézete, és kicsit máshogy fog kinézni, ami nem lesz olyan jó. Belső árnyék 75 az opacitás, és mindent úgy hagytam, ahogy volt. Belső ragyogás, itt
feketére állítjuk. Sőt, szóval feketére kell állítani. Normálra tenni, hogy ugye látszódjon. És méretnél én 20-at adtam meg, igazából 21-ben így 20-on jobb lesz, mert ez így pontosabb. És ha ezzel is kész vagyunk, akkor ezt be is zárhatjuk. Na már most egy kicsit ilyen fényesítést szeretnénk tenni ugye így a pajzs tetejére itt, hogy azért kicsit élethűbb legyen mégis. Mindjárt megnézem ezzel a módszert. Szóval ezt a fényesítési módszert mégsem fogjuk alkalmazni rajta, ugyanis megnéztem és nem fog összepasszolni a kettő. Hát már nagyon közel állunk ahhoz, hogy készen legyünk, de még nem vagyunk kész. Ugyanis, hát láthatjuk, hogy hogyan is néz ki ez a kis képünk, de hát mégsem az igazi, még nincsen kész. Igazából nem akartam ezt túl nehézre csinálni, azért ilyen egyszerűbb a kinézete, de azért remélem, hogy tetszeni fog, ugye ennél vannak sokkal bonyolultabbak is, csak nem akartam, hogy így egyből belevágok a közepébe, hanem úgy gondoltam, hogy először egy ilyen kis könnyebben kezdjük, nyitjuk meg, és majd utána esetleg, hogyha lesz rá igény, akkor egy ilyen nehezebb felépítését, amit esetleg már textúrázunk, egy ilyen fémes átmenettel, vagy esetleg úgy vágjuk ki a pajzsot a saját alakításunk szerint, vagy belevésük a betűtípust. Lehet, hogy lesz ilyen is, de ez még itt egy ilyen könnyebb, hogy így akik most kezdték nemrég, azoknak is könnyű legyen, és ne érezzék magukat kényelmetlenül, és nekik is tudjak segíteni. Szóval akkor létrehozunk egy új réteget, és aki szöveget szeretne beleírni, az szöveget ír bele, annak most megmutatom. Aki pedig bele szeretne valami formát illeszteni, hát én most nem úgy csinálom, bocsánat, hanem ez lesz, mert ugye ezt így többen használják. Akkor kattintsunk a szöveg eszköz. Oké, így itt is területet megadunk, hogy hova szeretnénk írni. Választunk egy betűtípust, egyébként ez teljesen mindegy, hogy melyiket, de érdemes az ilyen vastagabb betűket választani, mint mondjuk például itt van nekem ez a burger, bár ez is vastagabb, bár ez a basic title font, ez kicsit vékonyabb. Mi szokott még lenni? Van még ez a day without sun. Az is olyan vékonyabb, szóval ilyeneket ne, hanem inkább az ilyen teltebb betűket válasszuk ki az ilyenhez. A színét azt pedig a pipettával menjünk itt erre, és akkor itt megmutatja, vagyis hát felveszi ezt a színt, és attól függ, én egy ilyen egész sötét kékkel fogom csinálni, bár ezt már így látok, van bízva, ezzel mutatós. Hát mit írjunk rá? Én azt tudom, hogy shield. Ha jól írtam, hanem akkor meg angol fajl, hát ez így előfordul. Oké, de nem is muszáj egy egész szöveget beleírni, hanem csak itt, ami lehet egy betűt is, ami mondjuk a nevednek a kezdőbetűje, ha te azt szeretnéd. Nagyban látszódik itt a pajzs. Akkor bevésés és domborítás. Rendben. Belső lésetet azt hagyjuk. Párnásítás. A méretet egy 10-esre állíthatjuk nyugodtan, nem 0-ra, hanem 10-re, kösz. És a fényességi kontúrnál válasszuk ki amelyiket is. Úgy eltévedtem. Szóval igen, mégis csak ez lesz. A másodikat, nem tudom mi a neve, vagy van a neve, a gyűrűnek hívják, na, nagyon jó. Ezt kell kiválasztani, körvonalazás. Itt ugyanúgy színátmenet, és itt állítsanak be, hogy 90 legyen. Ugyanúgy fogjuk csinálni, ahogy csináltuk a pajzsnál is. Itt egy ilyen sötétebb szürke, ami nem igazán sikerült. Itt világosabb. Így, és így egy ilyen fehéres megint. Nézzétek meg, nem-e itt létrehozott kettőt is, és hogyha igen, akkor rákattintotok arra, amelyik nem kell is törlés, mert szokott így néha viccelődni, és elég zavaró. Belső árnyék. Jó, hülye vagyok. Nem, belső árnyék nem kell, én a belső ragyogást néztem már így előre. Ezt a szürkéset választjuk ugyanúgy. Normál. És itt nagyon kicsit kell ráadni csak. Mit tudom én, egy ilyen 10-et, 12-t inkább, 12 legyen.
Szatén nem kell, színátfedés sem kell. Színátmenet átfedés nem tudom, szoktam néha alkalmazni, ha jól mutat, de itt most nem mutat jól. Úgyhogy maradhat így. Mintázat nem kell. Külső ragyogást azt teszünk el, ugyanígy feketével. Normál. Húsz legyen. És vegyük le egy 55-re. Vetett árnyékot azt még csak így kapcsoljuk be szintén, így ezekkel az adatokkal. Hogyha megvegyünk, akkor szállhatjuk. Oké. És akkor még egy utolsó mozzanat van, mielőtt befejeznénk a videót, ez már igazából csak így szépíti. Amit nem láthattatok, az az volt, hogy a külső és a belső pajzsréteget én egyesítettem. Ugye? Így nézett ki, eredetileg így fejeztük be. És ezt rákattintasz az alak egyre, aztán ami alatta van, shiftet lenyomva tartott persze, kijelöltem mindkettőt, nem shiftet, hanem CTRL-t, és rétegek egyesítése. És akkor itt ezt a két réteget egybe vettem, most már a kettőt együtt lehet kezelni. Aztán nyomsz egy CTRL plusz J-t, úgyhogy ráállsz ezekre a pajzs alakzatokra. Oké, ezt lehúzod az első pajzs alá, ez itt az alappajzs. És CTRL plusz T, jobb klik, és függőleges tükrözés. Rendben. És lehúzzuk ezt így egészen idáig, hogy így összeérjen pont. Mert fontos, hogy alatta legyen. Oké, és itt a felettségét beállítjuk egy 45. Egy 40-re beállítjuk így. És így fog nekünk kinézni az elkészült a kis logónk nagyba. Hát ennyi lett volna akkor ez a videó. Remélem, hogy tudtatok követni, és meg tudtátok csinálni, és nektek is valami hasonló keletkezett belőle. Remélem, hogy segítségül szolgált nektek abban, hogy milyen logótok legyen, és hogy hogyan is készítsétek ezt el. Amennyiben igen, akkor nyugodtan lájkoljátok a videót, vagy iratkozzatok fel, ha még szeretnétek látni több ilyet, akkor is. Hogyha valamivel problémátok volt, akkor a komment szekcióban nyugodtan várom a kérdéseket és az egyéb hozzászólásokat. Ezen kívül még e-mail címen is lehet jelentkezni, az is meg van adva, úgy tudom, de hogyha nincs, akkor majd leírom a videó alá is esetleg. És nyugodtan keressetek fel, bármiféle problémátok is van, és csináljátok meg ti is ezt a logót. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!